Gerhard Richternek a felült festményeiről fogok beszélni, és azon belül is egy kiemelt festményről, és egy olyan interpretációt szeretnék adni neki, vagy úgy szeretném interpretálni, ami tényleg egy ilyen 2017-es nézetből tekint vissza, egy egyébként 1978-as festményre. Az Art Magazinban egyébként van egy ilyen újonnan nem olyan rég indult rovat, az egy kép rovat, ami szintén hasonlóan indul föl, tehát kiválasztunk egy bizonyos művet, és arra egy ilyen fókuszált írás születik, arra koncentrálva, és most ez az egész előadás is egy ilyen ehhez hasonló forma lesz. Egy screenshotot csináltam a Gerhard Richternek a honlapjáról, az biztos már sokan böngésztétek, de hogyha nem, akkor azt érdemes, mert hát itt többször is elhangzott már, hogy a Gerhard Richternek a festészetét nehéz bekategorizálni, illetve pont, hogy ez ellen a kategorizáció ellen megy is. Mégis ezeket a kategóriákat ilyen nagyon szorosan véve láthatjuk így rendszerezve ezen a honlapon. És itt láthatjuk azt is, hogy a felhőfestmények közül az elsők azok 1968-ban keletkeztek, és egy pár szót szeretnék a legelső felhőfestményről mondani, mert ez majd a későbbiekben fontos lesz, és itt a nézőpont az, amit ki szeretnék emelni, mert hát hogyha végignézzük ezt a festményt, akkor látjuk, hogy ez egy ilyen légifelvételszerű, egy ilyen fölülnézetből ábrázolt felhőegyüttes, mert hogy alatta látjuk a tájban végighúzódó ilyen szántókat, illetve különböző ilyen térelemeket, tehát ez nem egy olyan perspektívában van, mint egyébként az összes többi, illetve hát én pont egy kicsit majd ennek ellene fogok menni, tehát ennek a feltételezésnek, mindjárt mondom is, hogy hogyan. De még röviden azt is elmondom, hogy ez az első festmény, ez egy utalás a Leni Riefenstahlnak az Akarat diadala című filmjének a kezdő jelenetére. Ez egy 1935-ös film, mint ahogy oda föl is írtam. Náci propaganda film, és a témája a 34-es Nürnbergi birodalmi pártnapok. És ezt az első jelenetet, egyébként ez is fönn van a YouTube-on, ezt az első jelenetet, ezt Hitler repülőgépéről vették fel Nürnberg felett, és ez a felhőkön keresztül aztán a városra zoomoló felvétel, illetve aztán ott a mozgó tömegekre zoomoló kamera, ezzel kezdődik ez a propagandafilm, és a Richter erre a munkára is utal az előzőekben bemutatott első felhőfestményében. De most még mindig visszakapcsolok, tehát hogy itt viszont látni fogjuk, hogy a többi festmény az már nem ezt a légi felvételnek a perspektíváját veszi fel. Igen, és itt még röviden a felhők sorozatról szeretnék beszélni, hogy itt azt a címet adtam a fejezetnek, hogy felhők 29 találat, mert a összesen 29 kép van, amit ebben a kategóriába sorolt a honlapján Richter, és körülbelül 2 évig festette ezeket a felhő témájú képeit. Itt a Mark Godfrey-nek a Damage Landscapes című szövegét olvastam, amiben kitér külön a felhők sorozatra, többek között, mert egyébként más tájképfestészeti, Richternek más tájképfestészeti munkáit is elemzi. És ő is említi a Hubert Damisnak a Theory of Cloud című 2002-es munkáját. Végülis ez a munka, ez egy művészettörténeti áttekintés annak, hogy a felhő, mint motívum, az hogyan jelent meg a különböző festőknek a munkásságában, illetve milyen konnotációi vannak a felhőnek. És aztán arra is kitér, hogy maga a felhő, mint egy ilyen állandóan változó forma, ami végül is a metaforája magának az állandó változásnak, tehát a metamorfózisnak is, az milyen lehetőségeket ad a festő kezébe, például tehát a Richter kezébe is, és itt az antikompozíciót emeli ki, ami ugye azért fontos, mert ez már az absztrakció felé mutat, illetve Richter
maga is azt mondja, hogy ez a felhőknek az ábrázolása, bár ő is fotó alapján festi ezeket a felhőket, tehát pillanatképek alapján, ez egyfajta ilyen az absztrakció irányába mutató törekvés. Richternek a tagadhatatlan romanticizmusáról is szeretnék beszélni. Itt a Rosalind Krausra hivatkozik Gottfried a The Cloud című szövegére, amit 1993-ban írt, és amiben azt állítja, hogy Richternek egy ilyen állandó vágya vagy egy mozódása van az ilyen megismerhetetlen és ábrázolhatatlan témáknak az ábrázolásához, tehát ez mint egy ilyen állandó kihívás, ez jellemzi a Richter munkásságát. És igen, itt szeretnék aztán néhány idézetet is hozni magától Richtertől is, de előtte még egy pár gondolatot ahhoz, hogy arról, hogy mi is ez a tagadhatatlan romanticizmus. Szóval ez a megismerhetetlen és az ábrázolhatatlannak az ábrázolására való törekvés, ez egyfajta ilyen lehetetlen küldetés, de ugyanakkor az egész a fenséges esztétikáját behozza az értelmezési horizontra. Szóval a Richter munkáit, hát egyébként, hogyha ránézünk a legtöbb ilyen tájképére, akkor alapvetően fölmerül az a lehetőség, hogy fenséges felől olvassuk őket, vagy értelmezzük őket, de itt külön ez a kiemelés, ez megerősít abban minket, hogy tehát ez saját intenciója is az, hogy ilyenfajta látványokat próbáljon megragadni és közvetíteni saját eszközeivel. Itt néhány referenciát emeltem még ki, amik hát mégis a romantika időszakából felhőfestészetről neki ilyen mérföldkövei lehetnek. Az egyik az a John Ruskinnak a Modern Painters című szövegében olvasható az, hogy rengeteg ilyen felhő tanulmány készült, és ezek főként azért, tehát nem feltétlen önálló műként készültek, hanem a tájképekhez tanulmányként, ilyen előtanulmányként. Viszont a Ruskin azt állítja, hogy lehetetlen a festőknek felhőtanulmányokat készíteni, pont ezért az előbb említett ilyen állandó mozgásban lévő a felhő természete miatt. És akkor ehhez képest ugye az ábrázolhatatlanhoz Richter úgy közelít, hogy fotó után festi meg ezt, és egyfajta ilyen kortárs lehetőséget lát abban, hogy mégis tehát újra nekiálljon egy ilyen lehetetlen küldetésnek, mondjuk abban az esetben 78-ban. Igen, és még egy ilyen fontos referencia a felhőfestészet, a romantika idején a felhőfestészethez, hogy a Luke Howardnak az On the Modification of Clouds című műve, 1802-es. Ez ihlette, vagy ez késztette arra Goethét, hogy Friedrichet felkérje arra, hogy készítsen egy felhősorozatot, ugyanis ez az On the Modification of Clouds, ez egyfajta ilyen felhő kategorizáció, egy ilyen leltár, ami megadja a különböző felhőtípusokat, vagy hát egy ilyen kísérlet erre, mert ebben az időszakban több ilyen mű is született, de Goethét konkrétan ez ihlette arra, vagy készítette arra, hogy Friedrichet felkérje erre, ez végül nem készült el. És itt Mark Godfrey-ra visszatérve, neki az az állítása, hogy Richter szekularizálja, illetve deromantizálja a felhő témát. És szerintem ennek valamennyire ellentmondanak Richternek a saját megszólalásai, főként annak, hogy ő deromantizálná. Az, hogy szekularizálja, arról meg viszont úgy beszél, hogy ez nem az ő, mégis nem ő maga szekularizálja, hanem a maga kontextus az, ami már elvesztette ezt a körülményt. Igen, és akkor itt már rögtön látszik is az, hogy itt utalni szeretnék egy másik előadásra, ami szintén egy ilyen ajánlott valami. Ez a Gomában, Ausztráliában van egy nagy kiállítás, most Gerhard Richter kiállítás, és hát találtam egy ugyanilyen szimpóziumot, ami körülbelül hasonlóan épül föl, mint ez a mi szimpóziumunk. Gerhard Richter
munkáira bármilyen, vagy több nézőpontból referálnak az előadók, és akkor találtam egy pont olyat, amit én is akartam. Az, hogy ez a, végülis a Gerhard Ritternek a romanticizmusát tárgyalja ez az előadás. Ez Andrea Bubeniknek az előadása, és itt látható is, hogy itt a Gerhard Richter's Landscapes, Seascapes and the Arctic Sublime, ez a címe. Na most egy kicsit még visszaugrok, mert ugyanazokat az idézeteket találtam meg, mint amit én is megtaláltam. Ez a Gerhard Richter Text, Writings, Interviews and Letters című könyv, és itt Irmelin Lieberrel készült egy interjú, amiben hát konkrétan rákérdez ezekre a romantikához való viszonyára, és akkor itt olvashatjuk, hogy végülis úgy gondolkodik erről Richter, hogy a romanticizmus az még így nem ért véget ez az egész folyamat, és a szekularizációhoz pedig ezt a lábjegyzetet adjuk ezzel az idézettel, hogy maga ez a spirituális alapjai a romantikus festészetnek, azok viszont megszűntek. És akkor a témáknak az átalakulása, az, hogy hogyan értelmezhetjük ezeket, az is egy új fejezetet nyit végül is ebben a festészeti hagyományban. Jó, igen. És akkor hát röviden erről az előadásról csak annyit, hogy kicsit hasonló témára futtatja ki, mint amire majd én ki fogom futtatni. Dörr, Friedrich és Richter munkássága közti kapcsolatokat elemzi, és hát körülbelül állandóan bocsánatot kér, hogy ezzel kell foglalkoznia, ami szerintem nyilván sok szöveg született ezzel kapcsolatban, nagyon adja magát ez az összehasonlítás, rengeteg kiállítás is megvalósult, ami ütköztette ezeket a munkákat, de azt gondolom, hogy mondjuk pont az a vége, ahol ő aztán megfogta, hogy mondjuk 2017-ben hogy lehet erről beszélni, az egy ilyen jó közelítés, és az ökokriticizmusra futtatja ki, és ez az a közelítés, ami szerintem egy ilyen kortárs olvasatot adhat ezeknek a műveknek. Hát én a felhőket választottam, de ő a Jéghegy sorozatból választott, ami egyébként végül sokkal könnyebb ennek kapcsán elmondani azt, hogy a romantikus festészetnek mik voltak az ilyen képi ábrázolásbeli bizonyos alapelvei. Konkrétan úgy, hogyha a fenségesnek az esztétikájával is még egybeolvassuk. Itt láthatjuk azt, hogy maga a jéghegy, meg a tengernek a látványa az alapvetően olyan topik, ami beletartozik ebben az esztétikai kategóriába, illetve az egészre még rászáll egy kép is. A néző elbizonytalanítása az is egy alapvetően fenséges esztétikai kategóriájába tartozó művet hozhat létre. És hát ő konkrétan erről a műről beszél. Ez a Jéghegy című 82-ből, és hát ő is említi, hogy ez egy ilyen eladási rekord volt. Igen. Különböző ugye, olyan elemeket emel ki, ami romantikus festészet és a Richter festészetében is párhuzamba állítható, illetve megfigyelhető. Ez az üres táj, az ember nélküli táj, vagy a jelentéktelennek ábrázolt apró emberfigura. És mivel a jéghegy sorozatokat emeli ki, tehát nem a felhőket, így az arktikus és az antarktikus felségesre is kitér, de itt számunkra a felhő sorozattal kapcsolatban inkább a végtelen horizont és a fenséges tájélmény az, ami egy kortárs nézőpontból is értelmezhető lehet. Illetve nyilvánvalóan az arktikus fenséges is, de egyrészt nem akartam ugyanarra kifuttatni, mint ez az előadás, másrészt pedig mindjárt elmondom, hogy miért ezt a képet választottam egy hasonló témájú elemzéshez. Itt láthatjuk, hogy a tengeri táj című képnél, itt a felhő, mint egy ilyen, egy bizonyos tájelemként jelenik meg. Viszont a felhő sorozatokon az első képet leszámítva már nem látjuk a tájat, hanem csak a felhőket. Csak a felhők kerülnek a fókuszba, tehát az maga a felhő válik témává, és ez egy fontos különbségtétel.
És most röviden hát elmondom, miért ezt választottam. Igazából személyes okai is vannak, ezt egy művet személyesen is láttam, tehát a többi munkát, az, tehát lehet olyan művekről is beszélni, amit katalógusban láttunk, de azért azt gondolom, hogy pont ennél a műnél, ami nagyon fontos, ez a színhasználata, a többi felhőfestményhez képest ezek a nagyon mély kékek, ezek nagyon, hát megkülönböztetik ezt a munkát a sorozat többi darabjától, és azt gondolom, hogy ha ilyen elemzést adunk, akkor fontos, hogy tényleg lássuk magát a képet, hogy milyen élőben, nem csak reprodukción, és én ezt a képet láttam Düsseldorfban, és tényleg az ég kékje volt az, ami egy elbizonytalanított abban, hogy most akkor mit látunk a felhők alatt, az eget látjuk, vagy a tengert látjuk, vagy valamilyen más, nagyobb vízegységet. És az a tézisem, hogy szerintem ez egy ilyen fregoli kép, ami alatt azt értem, hogy ez egyszerre lehet mind a kettő, tehát egyszerre lehet az a perspektíva is, amit feltételeznek, vagy a legtöbb szakirodalom mond, hogy ez a földről az ég felé fotózott kép alapján készült festmény, illetve ez lehet légifotó alapján készült festmény is. És ez is, ez a tulajdonsága is szerintem kiemelkedővé teszi a sorozat többi darabja közül, mert a többinél nem merül föl ez az elbizonytalanítás. És azt gondolom, hogy ez a kettős nézet, ez egyszerre, tehát maga a felhő, mint egy ilyen meteorológiai jelenség, igen, tehát meteorológiai jelenségként fontos tényezője a klímaváltozásnak is. Így a felhő maga is egy ilyen jelentésváltozáson megy át. Egyébként most, tehát így most napjainkban ebben a kontextusban már máshogy értékeljük a felhőket, és hogyha te magát a művet úgy szeretném elemezni, hogy egy ilyen poszthumán jövőképet feltételező elmélet szerint, mit jelentenek majd ezek a felhők az antropocentrikus és a non-antropocentrikus értelmezésben is. Mert azt gondolom, hogy ez a kettős nézet, ez az antropocentrikus, amikor a földről az ég felé fotózva értelmezzük, a non-antropocentrikus pedig, mikor a légi felvétel, vagy ilyen műholdas felvételtől a föld felé tekintve értelmezzük, akkor megkülönböztethető, illetve pont ez a fregolisága, ez jelenti azt, hogy eldönthetetlen, hogy akkor most ez melyik nézőpont. Igen, és röviden szeretnék a felhőről, mint témáról és mint járról beszélni, mert pár dolgot elmondtam. Hát egyszerre, ugye a felhő az egyszerre áldás és átok is, mint szimbólum. Az égboltként a menny és a föld határán helyezkedik el, és végülis a rejtőzködő, a láthatatlan Isten szimbóluma is, illetve mint a ködösítés vagy a bizonytalanságnak az eszköze is lehet. És itt még Wolfgang Bockot szeretném idézni, Margot Ferenc diplomunkája kapcsán. A diplomunkája szintén a felhők képzőművészeti megjelenéséből, illetve művészettörténeti jelenlétéből írta. És itt a felhőben az ember hiány van a médiumnak, minden egyszerre közeli és távoli. A perspektíva két dimenzióra csökken, melyben a referenciapont elveszik, közel és távol, az áron terem és a fizikai tér egyé válik. Szóval ez a felhő az a teljes elbizonytalanításnak az eszköze, tehát maga a felhő is, és ezen a képen maga a kék szín is az elbizonytalanítás eszköze. Ugye a Richtertől olvastuk azt, hogy szerinte a romantika és az a romanticizmus ez még egy nem lezárt fejezet, viszont a szakrális alapok azok elvesztek. Ettől függetlenül a fenség esztétikai kategóriája még érvényes, és pont azért, mert ez az előrevetített poszthumán állapot, ugye a klímaváltozás is, amiben a klímaváltozás is egy tényező, ez olyan fajta fenyegetettséget jelent, ami pontosan beilleszthető azokba a példákba, amik a különböző fenségesről szóló szakirodalmakban megjelennek. És tehát ezek között volt egyébként az Isten félés is, mint egyfajta ilyen szakrális megközelítése a fenségesnek, a fenséges esztétikája, vagy a fenséges témájának.
De ugye Richter is mondta, hogy ez a szakralitás. Tehát ez a szakralitás megszűnt, és már nem ehhez a típusú élményhez köthető az a fajta terror értet, ami leírja a fenséges hatását. És akkor itt röviden még erről a terrorról szeretnék beszélni, Burke kapcsán. Burke-nek a filozófiai vizsgálódása fenségesről és a szépről alkotott eszmények eredetéről. Ez egy alapmű a fenséges szakirodalmában, és ott az elején még röviden kitér arra, hogy maga ez az élmény, ami hat a nézőre, a fenségessel szembesülő egyénre, az a borzalomnak az élménye, és horror szót is használja, és ez etimológiailag arra megy vissza, hogy ez egy ilyen ösztönös félelem, amikor fölborzolja mondjuk az állat a szőrét, amikor egy ilyen ösztönös félelmet érez. A borzalom, ez a fölborzolás és a horror, meg a terror, ezek azonos etimológiai alapokkal rendelkeznek, és hát végül is a kortárs értelmezésben a fenségesnek a fenségesként tételezhető az a poszthumán állapot, amit az antropocén koncepciója előrevetít. És akkor röviden az antropocénről beszélnék. Az antropocén az egy olyan földtörténeti kor, amiben bizonyos elméletírók szerint már most is benne vagyunk, de van, akik szerint bizonyos elméletírók szerint pedig nem. Még csak tartunk e felé, és tehát jelenleg egyébként a holocénben élünk, amikor a legaktívabb és legmeghatározóbb földfelszín formáló erő a nap. Még az antropocénben már a túlnépesedés és a növekedéspárti gazdaságpolitika következtében a túltermelés miatt az emberi tevékenységhez kötődő környezetformáló hatások azok, amik a naphoz hasonló intenzitással lépnek fel a föld felszínformálásakor. A fajok kipusztulása az felgyorsul ezzel a tendenciával, és ez a poszthumán állapot az, ami a végponton van, és ez az, ami irányába, ami maga a fenséges hatást keltheti a nézőre. Igen. És ebben az értelemben a felhő, mint a bioszféra határa, tehát egy ilyen új értelmezést kap, és egy ilyen új fókusz. Szóval lehet ennek a képnek is az, hogy úgy így tekintünk a felhőre, mint a bioszféra határára. És a klímaváltozásban a felhő szerepe az hát nem csak annyi, hogy véd és árnyékot ad, szóval ez egy ilyen teljesen banális dolog, hanem itt láthatjátok, hogy direkt az Indexből vettem két címlapot, mert ezek a hírek a klímaváltozásra ilyen nagyon leegyszerűsített formában mindig megjelennek tényleg a legtöbb hírportál is, tehát ez egy ilyen közös tudás, úgymond, szóval ugyanúgy mondjuk közhelynek is nevezhetnénk, de éppen szerintem a fenséges kategórián belül tényleg ilyen nagy egységekkel lehet számolni, szóval nyugodtan lehet közhelyesnek lenni. Ugye maga a felhő is, mint téma, hát közhelyes, banális. És itt behoztam ezt a kék üveggolyó képet. Ez a The Blue Marble. Ez egy olyan kép, ami egyrészt asszociációs alapon is erre gondoltam, amikor láttam ezt a képet először. De valójában számomra ez pont azt a perspektívát mutatja, ami ennek a fregoli képnek az a perspektíva, ami a légi vagy műholdas felvétel felől nézhető. Azt az állapotot mutatja, amikor ebben az ökoszisztémában, ami a föld felszínén van, ebben az ember ez nem egy olyan tényező, ami mondjuk egy olyan összefüggésben, olyan nagy összefüggésben, mint a naprendszer számottevő lenne. És hát itt röviden csak arra szeretnék kitérni, hogy egy itthoni műre is szeretnék vele referálni, hogy ez a két márványkép mégis már mennyire elcsépelt, és ezt pont azért hozom föl, mert hogy még korábban ezt a képet, tehát magának a föld látványa az már nem kelt ilyen fenséges érzetet, mert hogy ezt a kék márványképet ezt rengeteg helyen felhasználták, tényleg a legkülönfélebb ilyen gagyi műanyag tárgyakon is.
Ja, itt ezért behoztam egy képet, amit a FKS-ibe láttam először, a Süveges Ritának a Petlenes című festmény installációját, és azon belül is a Blue Marble című képet, ami pont erre egy ilyen példa, hogy ugye itt látjuk, hogy honnan vette ezt a képet, ez egy ilyen áruházi fotó, ahol maga ez a két üveggolyó kép egy ilyen óriási lufira került föl, egy ilyen díszlufira, és akkor körülötte meg látjuk ezt az ilyen raktár kontextust, tehát teljesen elvesztette mégis ezt a fenségességét a maga ez a látvány. És hát röviden még elmondom akkor, hogy ez miért gondolom, hogy ez egy felhői kép. Tehát a felhő az maga a világűr és a föld határán elhelyezkedő entitás, és ez a kettős nézet, ez önmaga is egy olyan fenséges hatással bír, tehát elbizonytalanít abban, hogy most honnan látjuk ezt a látványt, ami tehát ebből a szempontból is értelmezhető a fenséges esztétikai gondolatkörén belül, illetve tényleg ezt a felhők, mint az egyik legfontosabb tényező a klímaváltozás és a hőmérséklet emelkedésnek a visszaszorításában, itt megjelennek úgy, mint egy ilyen fenyegető jövőkép, illetve hát tekinthetők úgy is rá, mint egy elmúlt állapot fölötti nosztalgia.